Mennyire emlékszel vissza az első forgatási napra? Én kristálytisztán emlékszem. Zsófival éppen a Margit hídnak a pesti hídfőjén is sétáltunk, és ott találkoztunk Kristóffal, aki éppen be akarta vásárolni magát a hajóba, ahová aztán végülis közösen vásároltuk be magunkat. Az első forgatási nap, amikor először mentünk be Joe lakásába, akkor egy ilyen mindenki kicsit tapogatózott, és nem tudtuk, hogy ez az egész ez mi lesz, és mennyire tudjuk ezt az egészet megoldani. De úgy mindenki segített a másikat, próbáltunk úgy a másikhoz állni, hogyha valakinek valami nem ment, vagy gyengébb volt, akkor a többiek ezt kiegészítették. És hát Lalival óriási ökörködések, meg a Joe-val sírás, rívás, szobák felfedezése, kicsi alkoholos italok. Úgyhogy az egy nagyon jó kis nap volt, és nagyon hosszú volt hajnalig. Iszonyatosan izgultam. Fú, minden bajom volt, nem tudtam már napokkal előtt enni, és éhes voltam, fáradt voltam, mert olyankor, amikor izgulok, még aludni sem tudok, úgyhogy nagyon kész voltam, de nagyon vártam, mert ez még teljesen új volt az életemben, és soha nem csináltam ilyet, és igazából kamera előtt nem nagyon mozogtam előtte is, és hát nagy érdeklődéssel, de hát azóta már nyilván sokkal jobb, mert most már nem izgulok, lazább vagyok, és így már azért könnyebb magamat adni, mert ez fontos, hogy én magamat adjam a képernyőn, és az, ami a kis kötöttségekhez szorít a forgatókönyv, azt azért én nagyjából el szoktam hagyni, és inkább arra hagyatkozom, amit eddig megéltem, és amit én gondolok arról a szituációról, amit éppen eljátszom. Úgyhogy igen, így most már azért sokkal jobb, mint volt az elején. Nagyon-nagyon furcsa volt. Egyikünk se színész, tehát fogalmunk se volt, hogy mit, hogy kell csinálni. Kaptuk az instrukciókat folyamatosan. Hát egy jelenetet szerintem ilyen 14-szer vettünk föl, tehát, és van rá másfél óra. Nyilván elcsúsztunk egy 6-7-8 órába, de rettenetesen élveztük. Aztán a második nap azért már sokkal könnyebb volt. Gyakorlatilag senki nem mert megszólalni, és mindenkinek annyira új volt ez az egész. Tényleg a rendezőknek, az operatőröknek, mindenkinek új volt maga a műfaj, és tényleg csak arra emlékszem, hogy mindenki ilyen áhítattal tekintett a stábra, hogy úristen, segítsetek nekünk, és egy jelenetet nem tudom, nagyon-nagyon sokszor mondjuk fel kellett vennünk, de már akkor érződött az, hogy tényleg egy olyan csapat jött össze, akik iszonyúan összeillenek, annak ellenére, hogy mennyire különbözőek vagyunk egymástól. Mert tényleg, hát most gondold el, hogy tényleg az utcáról összejött, nem tudom, 8, most már 18, nem tudom hány ember, akiket azért nem... akikkel mondjuk együtt dolgozni valamikor 18-23 órát, azért az nem egyszerű. Tehát sokszor kijön az emberbe ez az együttélési válság, de már akkor az első pillanatban azt lehetett érezni, hogy valamitől ez jó lesz. Pedig még tényleg nem tudta senki, még szerintem a legfőbb emberek se, hogy ebből mi lesz. És nagyon, nagyon pozitív. Mai napig emlékszem egyébként, hogy milyen ruhában voltam, mit forgattunk, milyen jeleneteket, hogy egy Turmix gépet kellett bekapcsolnom, és nem ment, mert annyira izgultam, és pedig csak el kellett fordítani egy gombot, tehát én nagyon-nagyon vicces volt, de mindenki annyira higgadtan és kedvesen és türelmesen állt hozzánk, hogy ez az első hét után ez le is ment, ez a kezdeti iszonyú nagy izgalom. Nekem nem telt annyira sok izgalommal, tehát én viszonylag mondhatom, hogy nem is nagyon izgultam. Nyilván érdekelt, meg egy egészséges izgalom volt bennem, de nem remektem, tehát hogy erről nem volt szó. Iszonyatosan élveztem akkor is, mint most is. Nyilván azóta már egy kicsit több rutinnal állok a dologhoz, de nagyon szeretem, és nagyon jó volt. Emlékszem, hogy pont egy gyári jelenetet vettünk fel a kekszgyárban, és hát még a legelső jelenetet azt, hogy 8-9-szer fel kellett, mert annyira nem jöttek össze a dolgok, meg nagyon sok új szereplő volt benne, de tök nagy élmény volt az első.